It's all about humanity. Sziasztok srácok, én Tankét vagyok, és a mostani videóval szeretném folytatni azt a videósorozatomat, ahol beállításokat ajánlok nektek a játékhoz. És most ugye az előző videóban megbeszéltük az általános, illetve a grafikai részét a beállításoknak, most haladunk tovább ezekkel, és a mostani videó elején is szeretném lefektetni azt srácok, hogy ezek nem kőbevésett beállítások. Nyilván a beállításnak az a lényege, hogy úgy, úgy le, olyanok legyenek, amik nektek a legkényelmesebbek, legpraktikusabbak. Tehát én csak egy ilyen alapot szeretnék adni nektek, hogy, illetve felszeretném írni a figyelmeteket a fontos beállításokra. De úgyhogy akkor ugorjunk mm, bele. De mielőtt még beleugranánk, srácok, szeretném elmondani, hogyha nem akartok lemaradni a harmadik részről sem, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, illetve kedveljétek ezt a videót, és írjátok majd meg, hogy nektek melyik a kedvenc beállításotok, amit elmondtam ebbe a videóba. Na no de akkor tényleg kezdjünk bele. És az első dolog, amit megbeszélünk, az a hang. A hangnál annyira nincsen fontos információ. Én mivel nem szeretem, hogyha a játék hangos, mivel én stream közben inkább a chatre figyelek, illetve zenét hallgatok, nekem ezek le vannak félve, tehát én nem szeretem a zenét Csatában nem szeretem a zenét a garázsban, nekem ezek le vannak véve nullára, illetve az egyéb effektek, hangértesítések, járművek stb. stb. is le van véve, illetve maga a főhangerő is le van véve, viszonylag alacsony tehát a felére. És uh, annyit ajánlok talán, hogyha új vagy kezdő játékosok vagytok, után azért érdemes kicsit hangosabban hallgatni a játékot, mert mondjuk tők fel vagytok -e egy sarkon, és nem láttátok, hogy az ellenfél most lőtt, vagy nem lőtt, és nem, benne, nem vagytok benne biztosak, viszont hogyha kicsit hangosabban hallgatjátok a játékot, akkor ugye hallani fogjátok, hogy lőtte az ellenfél, vagy nem, ezáltal tudjátok, hogy most újra töltet, ki tudtok menni, és bele tudtok egyet lőni. Tehát ilyen szempontból talán hasznosabb a, a kezdőjátékosoknak, vagy a haladó, kezdő haladó játékosoknak az, hogy magasabb hangerő hallgatják a játékot, de tényleg ez a rész teljesen olyan, hogy... Válthatjátok, ahogy szeretnétek, mi legyen hangosabb, minél egy a hangos, mennyire legyen hangos valami, mennyire ne legyen hangos, stb. stb. Úgyhogy ebben nem is nagyon mennék bele, ezekkel is itt tudtok játszani, hogy nektek melyik hangrendszeretek van, mi illik a ti fülesetekhez, hangszorotokhoz legjobban, ezeket próbálgassátok ki nyugodtan. Ami még itt van kis fül, az a hangkommunikáció, az, az akkor jó, amikor mondjuk meghívtok valakit szakaszba a csatába, akkor azt a kubetű lenyomás, akkor ha lenyomjátok a kubetűt, akkor tudtok hozzá beszélni, és itt be tudjátok állítani a mikrofon érzékenységét, a hangerő, stb. 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 tehát hogy ez még itt, amit a hangnál meg kell beszélnünk, de ami inkább fontosabb és ugorjunk is hát arra, az az irányítás. Az irányítás is teljesen hogy igazából ha valaki szeretné, átrakadja az irányítás maga a nyilakra is, tehát az is egy olyan dolog, hogy ö, teljesen személyre szabható, viszont nekem itt van egy ö, egy kis trükk, amit szeretnék megosztani veletek, és nem sok játékosnál láttam ezt, de szerintem hasznos tud lenni. ennek van egy kis előzmény története. akkor én a profiligába játszottam, akkor sokszor volt olyan, hogy megbeszéltük, hogy akkor áttolunk egy oldal, de nyilván ez veszélyes volt, mert az ellenfél egy-két tankja a és veszélyes volt, hogyha megtrekkeltek téged, mert akkor konkrétan meghaltál. És ahhoz, hogy ja, megpróbáltam módokat keresni arra, hogy minél gyorsabban fel tudjam rakni, mert hogy úgy módokat, hogy egy módszereket, nem különböző módokat lehet tenni, módszereket keresni arra, hogy minél gyorsabban tudjam felrakni a trekkemet, mert ugyebár hogyha mentek, és ugye meg kellene nyomatok a dupla ötöst, az valahogy nekem nem állta a kezemre. Illetve nyilván, hogyha a kontrollra ráviszel az egeret, az se túl gyors. És ezért én kitaláltam, srácok, hogy beállítom a fogyóeszközt a space-re, az ötös fogyóeszköz. Miért fontos, hogy a, az ötöst e állítottam át. Azért fontos, srácok, mert megnézitek, nekem minden tankomba, amelyikkel csak játszok, a középső fogyóciknél van a javító. Ugye ez, az, ez a négyes fogyócikk hely, ez az ötös, ez pedig a hatos. És én mindig, mindig ide rakom a javítót, és hogyha tényleg a random csatában és mostanában nagyon sokszor trekkelnek meg titeket, és hogyha tényleg gyorsan akartok felrakni trekket, akkor csak nyilván, nyilván nyomtok egy dupla space Mondja, bár megnyomjátok, akkor aktiváltok a, a, javítót, és ha megint, megint az space kell hogy a run javítsátok. Ezáltal majdnem hogy olyan effektet idéztek elő, mint hogyha mm, se Tehát ha át akartok menni egy olyan helyen, ahol tudjátok, hogy lehet, hogy letrekeltiteket, érdemes az újatokat már a space-re rakni, és hogyha letrekeltiteket, akkor gyorsan csak nyomni egy dupla space és szinte meg se áll a tank, és lelassul a tankotok, de nem fog teljesen megállni, olyan gyorsan föl lehet rakni. Úgyhogy ez, 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 az én kis trükköm, érdemes kipróbálni, nektek bejön, nem jön be, szerintem ez egy nagyon jó módja annak, hogy gyorsan tereket javítsatok. Igen ám, de hogy tankelit, de nekem az space van a kézifék, milyen, rak, milyen gombra raktad át? Hát srácok, mivel én nagyon keveset használom a kéziféket, ezért én az E betűre raktam át, de tényleg én nagyon-nagyon keveset használom, esetleg ennek kereshettek egy jobb gombot, vagy mert hogy nem jobb gombot, hanem egy olyan gombot, ami nektek kényelmesebb, stb. stb. Én nem nagyon használok, úgyhogy nekem be van állítva az erre, nagyon-nagyon ritkán né használom, de nekem ez nem volt probléma. Még egy fontos dolog itt, srácok, és azt sokat, sokat, szokták megkérdezni tőlem, hogy nekem ilyen nagyon a mini térképem, hogy tudjátok azt megcsinálni. De letekertek a legaljára, itt van egy kis térkép, és itt beállítjátok magatoknak mondjuk a numerikus padotokra, hogy a plusz jelrel a térképet, mínuszjára pedig csökkentjétek, csökkentjétek. Na, és srácok, én mindenképpen ajánlom nektek, hogy növeljétek meg a méretét, mert az alapbeállítása nagyon pici, és egyszerűen nagyon-nagyon sok infó van, tehát elképesztően sok infót lehet levágni a, a mini térképről. Úgyhogy igazából, srácok, ha én játszok, ilyen 30-40%-ban minitérképet nézem, hogy hogyan pozícionál az ellenfél, illetve hogyan pozícionál a mi csapatunk, ezáltal tudok döntés hozni, hogy akkor én ide szeretnék menni, vagy a következő 30 másodpercbe ide szeretnék menni, tehát egy, egy hatalmas segítség tud lenni, és higgyétek el, minél nagyobb a minitérképetek, annál jobban tud ez segíteni nektek, úgyhogy érdemes mindenképpen kipróbálnatok azt, hogy hogy minél nagyobb rakjátok, hogy melyik a megfelelő méret nektek, de azt ajánlom, hogy legalább egy -e vagy kettő az alapmérettől növeljétek meg. A következő rész itt az az egér, és, és ez is teljesen személyre teljesen, tehát hogy mindenkinek másfajta egere van, tök nem az sem mind, hogy mennyi helyetek van egerezni, mely, milyen DPI-t szerettek, tehát érzékeny lehet kevésbé érzékeny. Az én beállításom, mivel nekem nagyon sok helyem van, és én szeretem a, az alacsony DPI-t, ezért nekem az egeremen 800 van beállítva, és nagyjából láthatjátok, hogy az árkád célzásomnak nagyobb az érzékenysége, ez azért van, hogy gyorsabban körül tudjak nézni, amikor nyilván nem azt akarom, hogy elsznipolom a trekét a tangnak, hanem csak azt akarom, hogy körülöttem mi van, hogy állnak a csapattársak, hogy hol van az ellenfél, stb. stb. Ezt ajánlom, hogy mindig kicsit legyen magasabb, mint a, a sniper célzás. A sniper célzásom nyilván egy picit alacsonyabb, azért mert a sokkal pontosabb célzáshoz, Alacsonyabb érzékenység az, az jobban tud működni. Úgyhogy nekem így van a beállítás, de ezt próbálgassátok, srácok. Ha kis helyetek van, akkor ezek a beállítások nem biztos, hogy működni fogtok, fognak nektek, mert ugye bár sokkal többet kell mozgatni így az egeret, vagy látjátok, nekem viszonylag itt nagy helyem van, nem jól adja vissza a kamera, de nekem van egy ilyen, hát szerintem 40-50 centi, akár 60 centi helyem is. Euh, egerezni, úgyhogy ezt mindenképpen próbálgassátok maatoknak, amilyen fajta egeretek van, illetve amit preferáltok nekem ezek a beállításaim. Úgyhogy srácok, még nézzük meg a mesterlövész részt, mert itt is van azért fontos dolog. Ez is olyan, hogy ahány ember annyi fajta célkeresztet szeret, és igazából ez is olyan, hogy amire szeretnétek beállítani, ami tetszik nektek, fel, nektek, nem ez az indikátor tetszik, hanem bejtjátok ezt az indikátort, stb. 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 Ezt érdemes végig kattingatni. Viszont van itt egy fontos rész, amit nem biztos, hogy mindenki tud. Az pedig az, hogy az árkád és a Mesterlövész résznél is, srácok, amikor a lövek kijelzőről mentek, akkor állítsátok be, tökéletes, hogy melyiket választjátok: az A-alakút, a, a célkeresztet, az O-alakút célzó pontot, tök mindegy, melyiket csak azt válaszátok ki, ahol rá van írva, hogy páncél átütés jelzővel. Mit is jelent ez, hogyha ráviszetek egy tankra a célkeresztet, a, a, játék ki fogja nektek számolni, hogy az ellenséges tank páncélját, illetve a ti ágyutoknak az átütését figyelembe véve, ki fogja nektek számolni, hogy át tud-e ütni a páncélt, vagy nem? Ha át tudod ütni a páncélt, szinte biztosan nem 100%-ra, azt hiszem, hogy 80%-osan uh, írja ez a a célkereszt, akkor zöld el fogja kijelzni, ha talán át tudjátok ütni, akkor narancságával, ha pedig egyáltalán esélyetek nincs átütni, akkor pedig pirossal fog jelezni a célkereszt, úgyhogy ez egy hatalmas, hatalmas segítség tud lenni, például a kezdő játékosoknak, akik még nem tudják, hogy mekkora átütéssel, mennyi, meg, mekkora páncél tud ö, átlőni, és ezáltal nem kell annyit gondolkodnia, és ez egy hatalmas segítség tud lenni, úgyhogy ezt szerintem mindenképpen alkalmazzátok. Egyébként a többi beállítás meg teljesen, ö, teljesen egy, egy személyre szabható, valaki például nem szereti a, a telikört, az átállítja ilyen szaggatót, vagy amikor a szűkülő szaggatóttal látja, tehát tényleg ez, ez, ember válogatja, ahány ember annyi cél keres. Úgyhogy egy az összes beállítás, csak ez az egy, amit mondtam, hogy mindegy, tök mindegy, melyiket választjátok itt a, ennél a beállításnál, csak oda legyen írva, hogy páncél indikátorral, ez a fontos, srácok. De szerintem srácok, a mostani videóba ennyi fért bele. A következőleg megnézzük a jelölő, illetve a csata is, az a harmadik részbe fog ö, beleférni. Hogyha tetszett srácok a videó, akkor mindenképpen nyomjatok rá egy lájkot, like iratkozzatok fel, és írjátok majd meg kommentbe, hogy melyik bajtást tanács tetszett nektek a legjobban. A következő videóig köszöntöm a figyelmet, én tankét voltam, sziasztok!